Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy nagyon nagy megpróbáltatáson vagyunk túl. Egy olyan nagy erőpróbán, amire készültünk, de amelyik sok vonatkozásban meglepett bennünket. Meglepett bennünket azokban az elemekben, amik nem természetes velejárói egy választásnak. Az átverésekben, a csalásokban, a svindlizésekben, de mindettől függetlenül erősebben jöttünk ki ebből a választásból, mint amilyen erővel belementünk. Több parlamenti helynek a birtokába jutottunk Belgrádba, több önkormányzati pozíciónak a közelségébe jutottunk, és a második fordulót megelőzően 10 képviselőjelöltje van a Vajdasági Magyar Szövetségnek, és Temerinben a VMDP-nek egy. És most vasárnap egy újabb nagy megmérettetés előtt állunk. Ennek a megmérettetésnek az a tétje, hogy föltesszük-e az íre a pontot. Megerősítjük-e azt az érdekérvényesítő erőt, amely kialakuló félben van. Megteremtjük-e önmagunknak esélyét annak, hogy mindazt az elkezdett folyamatot, ami most félben van, tovább tudjuk vinni. A közösségi érdekért, vajdaságért egy normális Szerbiában. Ez közös felelősségünk. És mindenkit arra szólítok föl, hogy vasárnap a második fordulóban támogassa nemzetileg elkötelezett jelölteket a tartományi választás második fordulójában, a Vajdasági Magyar Szövetség 10 jelöltjét és a VMDP jelöltjétében.